Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Vidék Jövője Sátor második napján, ami azt jelenti, hogy a vízről lesz szó a mai nap folyamán végig, de természetesen azt már megállapítottuk tegnap is a tavaly napján, hogy minden mindennel összefügg, tehát a szerves műveltség, a szerves talaj, a szerves tájgazdálkodás is, és ezt szeretnénk hirdetni itt a Mogyon, a Vidék Jövője Sátorban. És hát ehhez a mai nap kezdéséhez szerintem nem találhattunk volna jobb embert, mint Harangozó Imrét, aki a szerves műveltségnek igencsak nagy tudója. És azt kértem tőle, hogy meséljen, tehát hogy nem egy hagyományos előadás lesz, hanem az ő kellemetes stílusában már is hallhatunk a vízről, úgyhogy át is adom a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, én is szeretettel. Szeretettel és meglepetten köszöntök minden kedves jelenlévőt. A meglepettség annak szól, hogy a korai és vasárnapi időpontnak megfelelően arra gondoltam, hogy hárman, négyen leszünk, és ehhez képest nagyon sokan vagyunk, és köszönöm ezt a figyelmet, köszönöm a jelenlétüket. Fél órás időtartamot kaptam, ami borzasztóan és fájóan kevés, de hát megpróbálom úgy összerendezni a mai mondandómat, hogy a délutáni alkalomra teljesen más jusson, mint erre az indító kis előadásra, közös gondolkodásra. Hát valóban a víz az egyik kulcs szereplő. Egy olyan területen vagyunk, amit legalább egy hónapos, szinte teljes aszály jellemez, bárha az éjszaka volt is néhány cseppnyi eső, csak az én életemben itt... Tessék? Komoly eső volt itt? Nálunk Békés megyébe csapadéknyom, így mondják a szakemberek, csapadéknyom volt az éjszaka, de, bocsánat, 35 perces eső sem segít semmit. Az én életemben, ezen a vidéken 7-10 métert, még egyszer mondom, 7-10 métert esett a talajvíz az elmúlt 50 évben. Tehát 7-10 méterrel lejjebb van a talajvíz, mint normálisan a 60-as, 70-es évek fordulóján volt. A víz, a Bibliából tudjuk, hogy a legelemibb, legfontosabb őselem. Ugye úgy kezdődik a Biblia, csak hogy ismételjünk, hogy kezdetben a föld kietlen és puszta volt, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Tehát ez a teremtés előtti állapot, Isten lelke lebegett a vizek felett, tehát a víz, mint létezés nem teremtett, hanem a teremtést megelőző állapothoz tartozik. És ez a víz lesz az élet forrása. Fogalmazhatunk úgy, hogy Isten struktúrát teremtett a káoszban, rendet rakott, szétválasztotta a földi és égi vizeket. Egészen megdöbbentő az, hogy a Biblia teremtés leírása mennyire rímel, képes formában mennyire azonos azzal a természet tudományos közelítéssel, amit az utolsó 2-300 évben a tudósok végig gondoltak a föld, a világ, az élet miben létével kapcsolatban. És most, amikor tényleg elképesztő problémák vannak a világban, én úgy gondolom, hogy az a természeti probléma, amivel szembenéz az emberiség, az tulajdonképpen egyfajta visszhangja, egyfajta reakció arra a spirituális, szellemi, társadalmi krízisre, amiben a mai élő emberiség él. Érdemes végig gondolni, hogy egy közösséget mi tart össze. Tehát legalább három köteléket említsünk meg. Mi magyarok vagyunk itt a Kárpát-medence közepén, szeretünk a mi kis világunkból kinézve értékelni dolgokat. Sokszor eszembe jut Tompa Mihály verse a gólyához, talán ismerik. Bár tudják, hogy Tompa Mihály miért nincs a köztudatban Petőfivel és Arannyal egy szinten. Mint költő egy szinten volt vele. És én abszolút megdöbbenek naponta, mert Tompa Mihály egyetlen dolog miatt írták ki a magyar irodalomtörténetből, ő egy református lelkész volt. És Rákosi Pajtás és cimborái úgy gondolták, hogy mégse lehet tanítani egy református lelkészt. Ennyi.
kiírták a történelemből, és a 90-es rendszerváltozás után senkinek nem jutott eszébe visszaírni. Tehát egészen, egészen extrém dolog. Szóval azt írja Tompa, akkor, amikor tulajdonképpen azt gondolták pillanatokig, hogy nincs és nem is lesz Magyarország, a világosi fegyverletétel és az azt követő nagyon zavaros bakrendszer eleje időben, hogy a üzenve a Törökország felé menekülő hazánk fiainak, hogy mondd el nekik, hogy pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve széthull nemzetünk. A kévét összetartó három kötelék a következő. Az egyik a közös kommunikáció. Ezt mondhatnánk úgy, hogy közös nyelv, de sokkal több ennél, mert közös vizuális kommunikáció, közös érzelmi világ, gondolkodás, és így tovább. A második kötelék az a közös világkép, alap, kozmogónia, hogy van valamilyen képünk a világról. Én nagyon régen tanítok, és látom azt, hogy mennyire nincs ma világképe az embereknek. Azt mondták valamikor a mi gyerekkorunkban, vagy még kicsit korábban is, hogy hát az embereknek jó lenne, a tudományos világképe lenne, de hát a tudományos világkép az nem jött össze, a hagyományos régi keresztény világképet pedig sikerült összetörni. Tehát igaziból az emberek jelentős részében egy tökéletesen következetlen zagyvaság van, amiben vegyül a misztikum és vegyül a tudományos világkép, de igaziból nincs világkép. A régi embereknek közös világképük volt. Én most a közelmúltban, alig egy hónapja, 10 napot töltöttem Grúziában, és egészen megdöbbentem, látva az ottani csodálatos templomokat. Gondolják végig, hogy a 3.-4. századtól vannak templomok. Hogy mennyire egységes volt Európa világképe. Grúziától, Örményországtól kezdve, egészen a mai Franciaországig, Finnországig és le Szicíliáig. Volt egy egységes világképünk. Na, ez tökéletesen összetört. Ennek az egyik legszebb példája az az, hogy sokszor mondják Magyarországra azt, hogy Kelet-Európa. De Tbilisi az pontosan ugyanannyira van Budapesttől, mint Párizs. Mi Kelet-Európa? Tbilisi Európa. Az örmények, a grúzok európai emberek, az ottani albánok európai emberek. Miről beszélünk? Kelet-Európa, Közép-Európa. Szóval ez mutatja, hogy teljes a zavar. Tehát emlékeznek? Közös kommunikáció, közös világkép, gondolkodás, a világ miben létének megfogása, és a harmadik kötelék az pedig a közös származás tudata. Még egyszer hangsúlyoznom kell, vagy mindenképpen erőteljesen el kell mondani, hogy nem a közös származás. Mert amikor azt mondjuk, hogy a közös származás az a lényeg, akkor azt úgy hívjuk, hogy nácizmus, meg fasizmus, amikor megpróbálják a nyomorultak vér szerinti származást. Gondoljuk már végig. Én Békés-megyei vagyok, Békés-megyébe mi ott élő magyarok, tótok, oláhok, zsidók, egy nép vagyunk. Ha megnézzük a kultúránkat, közös kultúránk van. Ez a haza, ez olyan haza volt, ami közös haza volt. Nem véletlenül írja Zrínyi Miklós, hogy horvát vagyok, tehát magyar. Ha elmegyünk Firenzébe, az ottani egyetem körfolyosójának mennyezetén az egykori diákok családi címerei vannak, és a címerek között ott van mindegyikre oda van írva a családnév, és Hungarus, a magyar diákok, Hungarus. És ilyen nevek, hogy Lehocki. És lehetne sorolni a teljesen felvidéki tót neveket. Tehát ők magukat Hungarusként élték meg. Gondoljuk végig, hogy mi történt akkor, amikor elvágták ezeket a kötelékeket. Tompa Mihály igazsága, mint oldott kéve hullott szét nemzetünk. Most mi köze ennek a vízhez? A víz az élet alapja. Mi köze van ennek ahhoz, hogy itt nagyon sok métert zuhant a talajvíz? Amikor az emberi kultúra, civilizáció megrogyik, önmagába omlik, akkor ennek a legközvetlenebb természeti hatásai vannak.
nézzék meg, hogy mit művel a Nyugat-Európában divatos zöld mozgalom. Tehát a legfőbb problémát annak vélik, hogy a tehenek, meg a kisbocik, meg a kisbabák kifingják az ózonjukat. Láttak már önök olyan tiltakozó mozgalmat, ami az ellen tiltakozik, hogy az ukránok vagy az oroszok elsüllyesztettek egy-egy tankerhajót? Hogy hónapok óta égnek olajfinomítók? Én azt gondolom, hogy egy olajfinomító, ha ég, az nagyobb környezeti kárral jár, mint a kisbaba vagy a kisboci. Hát persze, hát a lő iszonyatos mennyiségű, ipari méretű lőszerrobbantás. És gondolják végig, hogy mióta él az ember mondjuk ezekkel az állatokkal együtt. És hogy mondjuk a mai Mongóliának, ahol jelentős mondjuk a szarvasmarha állomány, mekkora felelőssége van abban, hogy környezetpusztító gázok kerülnek a légkörbe. És mondjuk milyennek a viszonya mondjuk a gumigyárakéhoz, és lehetne sorolni, hogy milyen gyárakéhoz. És ez a mozgalom, ez úgy véli, hogy a kisbabákkal és a bocikkal van probléma. Ez a mozgalom egyszer nem mondja azt, hogy ami kicsi, szép. Hogy az önellátó gazdálkodás, a helyben termelt gyümölcs, zöldség, az jó. A helyben tenyésztett állatok, a ház körüli állatok tartása és azok fogyasztása jó. Nemrégen, egy pár évvel ezelőtt két barátom, ismerősömmel találkoztam, két teljesen különböző társadalmi rétegből jöttek. Az egyik egy magyarországi vidéki fiatalember volt, a másik pedig egy Amerikában élő magyar operaénekesnő. Tehát semmiféle metszet nincs a két társadalmi réteg között. És véletlenül egy héten belül mindkettővel hosszabbat beszélgettem, mind a ketten vegánok. Szó szerint ugyanazt mondták. Elnézést kérek, ez a program, ez a mozgalom, ez a mai kommunizmus. Nem, tehát nem mondhatja egy amerikai nagyvárosban élő 50 éves hölgy és egy alföldi faluban élő 20 éves fiatal szó szerint ugyanazt, ha nincs mögöttük ideológiai program. Ha nem diktálják nekik. És tudják, mi volt a probléma? Hogy hát nem szabad húst tenni, meg áll, és ez a fiatal ember, aki egy meglehetősen szűkös anyagi körülmények között él, amikor kapott egy kiló helyi termelésű mézet ajándékba, akkor kiment a parkba és kikente a fákra, hogy adjuk vissza szegény méhecskéknek. Kedves barátaim, Közép-Európában, a világban rendkívül jó az ellátás totális idiótákból. Tehát, bocsánat, próbáltam neki elmondani, éppen munkatársam volt, hogy barátom, hát gondold végig, az állatok egy jelentős része olyan szinten háziasított, hogy az ember létezése nélkül képtelen lenne megélni. Talán hallották ennek a híres birkának a történetét, aki Ausztráliában elveszett valahol a nyájtól, és akkorára nőtt a gyapja, hogy már úgy találták meg halálosan lefogyva, hogy nem bírt járni, mert nem ért ki a kis lába a gyapjából. Mert ezek a juhok olyanok lettek az ember tevékenysége nyomán, hogy rendszeresen nyírni kell őket. És az ember beavatkozása nélkül ők életképtelenek. Olyan teheneket tenyésztettünk ki, ami sok tejet ad. Ha az ember nem fejné meg, ő elpusztulna. De a nagyszüleim tökéletesen éltek ezzel a lehetőséggel, és boldog teheneik voltak, és emlékszem rá, hogy nagyanyám hogy fejte a tehenet, és én meg, mint 6 éves jól lakott napközis, hogyan ittam meg azt a friss, habos tejet, amit öreg anyám kifejt. Mert ez jó. Az ember képes élni úgy a világban, hogy együtt lüktet, együtt él annak a belső rendjével. És emlékszem, nagyapám vadász volt, és akkor, ha megszomjaztak a vadászok, ha láttak egy patanyomot vagy egy tehénnyomot, gondolkodás nélkül abból ittak. Azt mondták a régi öregek, hogy igazi jó balatoni halászlevet, vagy dunai halászlevet, vagy tiszai halászlevet, ha már itt vagyunk, nem lehet főzni, csak a Tisza, a Balaton és a Duna vizéből. Most ez jelentene bizonyos problémát, ha ebből főznénk a halászlevet.
19. században van egy nagyon izgalmas leírás Békés megyéből, ahol tudják, hogy a Békés megye északi része, a Körösök vidéke volt a Sárrét. Gyakorlatilag a Balaton négyszeresét kitevő, szinte állandó vízállás volt. Gyuláról el lehetett jutni Nagyváradra hajóval. És amikor jöttek a vízimérnökök, hogy lecsapolják ezt a hatalmas mocsárvilágot, maradt egy följegyzés, azt hiszem Szűcs Sándor idézi, hogy a helyi pálkászokat fogadták föl, mint helyi ismerettel bíró embereket, és mennek a csónakon, és egyszer észreveszi a vízimérnök, hogy sodrása van a víznek. És megkérde az öreget, hogy bátyám, ez melyik folyó már? Az öreg előveszi az ivócsanakját, megmeríti, ez már a Berettyó, a íze alapján. Tehát gondoljuk végig, hogy ilyen minőségű vízi világunk volt abban a sivatagban, ahol most élünk. Középkori nyugat-európai utazók leírják, hogy Magyarországon nem halásznak, hanem beállnak szekérrel és gombos villával dobálják ki a halat. Nem ismerték az ártéri gazdálkodást, ahol ugye fokrendszer volt, a fokokon, ahol a áradáskor, a zöldárkor a folyó kilépett a megszokott saját medréből, oda karókat ütöttek le a pálkászok, a halak kimentek ívni a sekélyebb öntésterületekre, ahol melegebb volt a víz, jobb volt az ivadéknak a feltétel, és amikor csökkent a víz, akkor a halak ösztönösen tudták ezt, és jöttek vissza a fősodorba, a mederbe. Igen ám, de a karók a nagy halakat nem engedték vissza, a kicsi halak vissza tudtak jönni. És mivel ezt a helyiek tudták, hogy mikor kell odaállni, akkor beálltak szekérrel, és a nagy halakat onnan gombos villával földobálták a szekérre. Elképesztő halgazdagság, és fajgazdagság jellemezte az Alföldet. Na most jött a 18-19. Század, nekem a kedvenc történelmi megfogalmazásom az a Neoakvisztika Komisszió. Ez pontosan azt jelenti magyarul, hogy új szerzeményi bizotmány. Most gondoljuk végig, hogy amikor kiűzik a törököt, Magyarországon olyan hatalom van, ami ezt a területet új szerzeményként éli meg. Nem a hazáját szabadította föl, hanem ez egy új szerzemény, ebből következően szabadrablás van. Az én szülőmegyémben, Békésvár megyében ma is az egyik legfontosabb iskola központot Harukken János György iskola központnak nevezzük. És tartjuk a kapcsolatot Harukken János György szülőföldjével. Egy apróság, Harukken János György a Habsburg hadak udvari szállítója, 3 vagy 4 vízimalomért Pest megyei, Buda környéki vízimalomért cseréli el az egész Békésvár megyét. Majd van egy jó ötlete, elkezd régiséget gyűjteni, ez idejött idegeneknek nagyon kedves szokása. Bejárja az egész megyét, az ő, nem ő, hanem a küldöttei, és az ott élő, elszegényedett, nyomorgó emberektől fölvásárolják a középkori okleveleket. Fillérekért, mint értéktelen kacatott régiséget. Majd Mária Terézia korában kijön a rendelet, hogy középkori birtokot csak eredeti oklevelek birtokában tarthatsz meg. Na most a Harukken János György egy nagyon kedves ember, szakembereket alkalmaz, akik a középkori oklevelekből kivakarja pengével a középkori beírt neveket, ugye amikor a területeket felsorolják, hogy ehhez, ahhoz, amahoz, az uradalomhoz, mely területek tartoznak, és mivel sokszor az udvari kancellár elég ritka betűkkel írta, annyi területet ír be, amennyi belefér. Még egyszer elmondom, ma erről az emberről nevezték el a megyei oktatási központot. Tehát könyörgöm egy... És történnek perek Békésvár megyében, például Körös Ladányban egy helyi birtokos család pereskedik a Harukkernekkel, a per 80 évig tart. Majd a magyar család elveszti, Nadányi családról van szó. Elveszti a pert, mert ugyan föl tud hozni eredeti okleveleket, de ezek az oklevelek nem a 12.-13. századi oklevelek, hanem annak 100-150 évvel későbbi hiteles másolatai.
És hát közlik, hogy hát ez mégse jó, mert hát az eredeti kellett volna. Magyarország, bocsánat, most itt teszek egy zárójelet. Van egy magyar, a magyar gondolkodás egyik sajátja, a szentelő hősök sora. Hát most éppen Ópusztaszeren vagyunk, ahol a szentelő hős adott esetben Árpád fejedelem, aki itt állt meg, és tartott egy szert. Nagyon fontos dolog, hogy teljesen legyünk, függetlenítsük magunkat attól, hogy ezek a történelmi események, hogy Rákóczi Ferenc itt pihent, meg Petőfi Sándor itt reggelizett, nem tudom én, Mátyás király itt van a hegygyomrában és várja, hogy vissza kelljen térni. Ezek nem okleveles, nem történeti események, hanem a magyarság mitikus történései. Szóval hogy jutunk el Attilától, aki az Isten ostora, a virág fejedelme, hogy jutunk el Rózsa Sándorig és a magyar betyárvilágig, akik, bocsánat, magunk közszólva, valóban, hát mondjuk ki, rablók voltak, közöttük sokan rablógyilkosok. Most itt szándékosan enyhítettem, hogy sokan, hogy nehogy Rózsa Sándorra gondoljunk, de azért éppen a Rózsa Sándor alvezére, Veszelka Imre családjából egy hölgy fantasztikus családi történeteket írt le, ezt azért ajánlom figyelmükbe, mert hát neki is voltak érdekes viselt dolgai. De hogy jutunk el? Hát a Nadányi családig, hogy olyan a közhatalom, olyan az igazságszolgáltatás, ha ez nem csúfolkodás, hogy igazságszolgáltatás Magyarországon, hogy bocsánat, a betyárokban látjuk meg a magyar virtust, a magyar életszemléletet és szabadságot. A rablóban. Mert olyan kegyetlenül és olyan leplezetlenül hamis és részrehajló a hivatalos igazságszolgáltatás. Egyetlen egy dolog, hogyha 1849-ben, ugye ez egy abszolút történelmietlen fölvetés, 1849-ben nem kell letegyük a fegyvert, és valamilyen módon pontosan az folytatódik 49-ben, ami 1867 után lesz, akkor ma abszolút nem hasonlítana a gimnáziumi történelem könyvünk a maihoz. Tehát, bocsánatot kérek, nem az lenne a magyar történelem. És még egyszer, hogy kötöm ezt a vízhez? Öntsünk tiszta vizet a pohárba, mondja a magyar közmondás. Tehát erről van szó. A tiszta víz, a víz az az élet forrása. És hát látják azt, hogy szinte tudatosan elvágják azokat a szálakat, azokat a kötelékeket, ami ezt a nemzeti közösséget egybetartja. Már korábban, a 18. században elvágták azt, ami ehhez a nemzetközösséghez tartozó nem magyar ajkú állampolgárainkat ide fűzte. Tehát erről van egy előadásom és egy félórás időtartamban nem lehet erről beszélni. Azzal a címmel írtam, illetve tartottam meg ezt az előadást, hogy Gens Fidelissima, a leghűségesebb nemzet. Rákóczi Ferenc nevezte így egy oklevelében a ruszinokat. De ha megnézzük a Rákóczi szabadságharc történetét, akkor látjuk azt, hogy a magyarokkal Rákóczi oldalán együtt harcolnak a szlovákok, együtt harcolnak az erdélyi románok, együtt harcolnak tulajdonképpen az együtt élő nemzetek. Ezt ismeri föl a Habsburg udvar a 18. században, és mivel éppen ez a század, amikor egyfajta nemzeti öntudatra ébredés van, akkor elkezdi pénzzel, paripával, fegyverrel a magyar nemzettudattal szemben megfogalmazni a Magyarországon élő nemzetiségek öntudatát. Például az 1784-85-86-ban lezajló erdélyi mócvidéki felkelés, az egy ilyen. Hóreá Kloszka Krizsán. És nem veszik észre a drága nemzetiségeink, hogy a jutalmuk az pontosan ugyanaz lesz, mint a magyar nemzetnek szánt büntetés. És ez több lépcsős. Ha elmegyünk, most én el tudnám önöket vinni egy képzeletbeli turistaútra, vagy tanulmányútra, akkor Dél-Bihar
Dél-Kelet-Bihar, Arad, Hunyad megyében 2-3 napig tudnánk úgy faluról falura menni, hogy középkori együttélő közösségek falujába járunk, ahol adott esetben a templomban ott van fölfestve, mondjuk a templomban az egyik oldalon, az északi falon katolikus típusú freskók vannak, a déli falon pedig ortodox freskók. És a freskóra ott van fölfestve Szent Imre, Szent László és Szent István király. De nem a katolikus oldalon, hanem adott esetben az ortodox oldalon. És ezekben a falvakban ma nem él magyar lakosság. Nagyon sok faluban az utolsó 5-10-20-30-50 személy az elmúlt 30-40 évben tűnt el. Mert ez az időszak is olyan időszak, csak a ma Romániához tartozó egykori magyar területekről az elmúlt 30 évben 600 ezer magyar ajkú polgár tűnt el. Azért nem föltűnő ez borzasztóan, mert ugyanilyen arányban tűnnek el a románok is, mennek ki Olaszországba, Spanyolországba, Franciaországba, mindenhová. Tehát sok helyen arányában még nő is a magyarság. De ez nem befolyásolja azt, hogy az 1990 körüli erdélyi 1 millió 600 ezer magyarból éppen csak meghaladja az 1 milliót a mai. Nem is jó szó ez, hogy erdélyi romániai magyarság. Azért nem jó, ez is sokszor nemzeti érzelmi barátokkal is szoktam vitatkozni. 1920-ban, amikor megkapják ezt a 103 ezer négyzetkilométeres területet, akkor román kormányzati propaganda épül arra, hogy az egész területet nevezzük Erdélynek. Hogy felejtsük el azt, hogy van Máramaros, hogy van Szatmár, Bihar, van Parcium, van Bánát. És ilyen sztereotíp kép él bennünk, és mi sokszor Erdélyt szerető magyarok átrohanunk a Székelyföldre, bihari, aradi, szilárdsági magyar falvak mellett úgy, hogy azt se tudjuk, hogy élnek ott magyarok. Bánáti falvakban tapasztaltam, hogy sírva mondják azt, hogy hozzájuk soha senki nem ment még. És hát a fiatalság természetesen onnan is elmegy. És 10-20-30 év múlva nem lesz magyar, egykor magyar többségű falvakban. Tehát, de hát ugye erről akár beszélhetünk is, de hasonló a helyzet a történelmi Magyarországon maradt békési bihari falvaiban is. Az én szülőfalumban, Újkígyóson, ahol 1990-ben 6000 lakos élt, most kiszámolták, hogy 5000-en vagyunk, de a valóság az, hogy 4000 körüli. Tehát 30 év alatt 2000-rel fogyott a település lélekszáma. És akkor gondolkodjunk el, hogy hogyan tovább. Mondjuk eleget azt, hogy a kicsi szép. Mondjuk eleget azt, lejárt az időm? Kedves barátaim, engedjék meg, hogy készültem egy verssel, ezt szeretném elmondani. 3,5 percet fogok kérni. Látják, hogy eljutottam odáig, hogy elmondtam az előadásom bevezetőjét. De nem akarok pessimista véget ennek a rövid előadásnak, ezért most egy picit pessimista verssel kezdek, de a végére mondok egy optimistábbat is. De majd látják, hogy annak is elég szomorú vége van. Az első egy saját vers. Tudják rólam, hogy sokat jártam Moldvába, a moldvai csángó magyarok közé. Van egy moldvai csángó népcsoportunk, az északi csángó, és itt emlékezzünk egy kis főhajtással arra a költőre, aki egyedül a magyar történelemben északi csángó nyelvjárásban írt verseket. Éppen most, ezekben a napokban emlékezhetünk rá, hiszen 50 évvel ezelőtt halt meg, Lakatos Demeterről van szó. És az ő szülőfalujában, illetve a szülőfaluja melletti faluban ért benyomás élmény alapján írtam meg ezt a szöveget. No, Nusti Ungureste, mi már nem erőszt tudunk, apókáink még tanácseltek, mi nem is akarunk. Néni Márika nincs honsz, már erőszem beteg, szérik a lába, a szüve, menjetek honnan jöttetek. A páter is kimondta kereken, hogy mükesz románok vagyunk. Nemes beszéltünk magyarul, tudja,
Mi korcsitúrák vagyunk. Olá kenyeret eszünk. Bozgoroknak itten nincs szava. Hová menjünk, uram, mondja meg. Elfogyunk, mint a hódaska. Látja, Teszkányban még most nincs is egy is, ki beszélgetne magyarul. Mircses, Gyidafalva, Jugán, mind-mind olává alakul. Vagy egyszer, néha, de igazán ritkán, mikor szemtül le az áldott a mezei munkák után, mély álomban még álmodunk. Tetszik olyankor a vín mámám, bunikámnak a bunikája. Nem ura, a vín vagyok már én is, de jű álmomban az édesanyám. Szűk beszélnek, sze filemvel hallom, sz értem a szót, az édesszet, szólnak vala az Úristenhez. Műatyánk, szenteltessék-e te neved. És akkor egy fájdalmasan korán elment Szegeden élő költő Baka István versével zárom. A versnek az a címe, hogy Székelyek. Évszázadok kalászaiból kipergő népek sorsa sorsunk. Ringunk a szélbölcső dalában, holnap ki tudja már, kik voltunk. Asszonyaink párnára ingre mentik a szűkülő hazát, vásznaikon az elkaszált rét nekünk pompázik tovább. Űzhetnek, minket jégveréssel szögezette földhöz az Úr, hol sírok kopjafái vívnak, miértünk múlhatatlanul. Szövetkezünk, hogy megmaradjunk, oltár az asszonyok öle, átlobban öleléseinket Isten teremtő gyönyöre. Ringunk a szél bölcső talában, már borzolódnak a kövek, villámlik, stébolyult vigyorral rándulnak újra az egek. Kedves barátaim, hát azt ígértem, hogy persze optimistán vége lesz, de ez a tébolyult vigyorral újra ránduló egek, ezt lássuk be, hogy bár jogos ebben a világban, ahova Párizsban szabadon belovagol a sátán, de az, hogy évszázadok kalászaiból kipergő népek sorsa sorsunk, ez olyan alapigazság, és az a remény, hogy átlobban öleléseinket Isten teremtő gyönyöre, hogy bízunk benne, hogy van tiszta víz a világban, hogy lehet tiszta vizet önteni a pohárba, és a Jóisten adja meg, hogy a józan eszünket és az egyszerű paraszti szívünket meg tudjuk őrizni, és meg tudjunk maradni annak, akiknek születtünk. Köszönöm szépen a figyelmet, és még egyszer köszönöm, hogy ilyen sokan jelen voltak.